Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Pál Béla önkormányzati képviselőt, aki a Mi Hazánk színeiben ül a Budakalászi testületben. Üdvözlöm sok szeretettel! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket! Elég mozgalmas éven van túl Budakalász, ami a 2018-as évet jelenti. Mit tart fontosnak kiemelni ebből az évből, hogy milyen ügyek mellé állt oda? Nem visszaélve a vendég szerepével, hogyha megengedi, akkor én a 2017-es évet is belevenném, ugyanis tavaly, ha jól emlékszem, én nem voltam itt, tehát nem volt lehetőségem beszámolni. Valóban mozgalmas két évet tudunk magunk mögött. Érdekes volt a lopató eladásával kapcsolatos ügylet. Elég nagy felháborodás övezte ezt a témát. Mint képviselő sajnos nem tudtam azt elérni, hogy kizárólag csak bérbe adjunk egy ilyen természeti kincset. Sajnos előadásra került az ingatlan. Ezzel kapcsolatban egyeztetést folytattam a rendőrkapitánnyal. Ugye miután egy strand nyílt meg, több ezer ember látogató, várhatóan megjelenik majd, mondtam én 2017 nyár előtt. Kíváncsi voltam a rendőrkapitány véleményére, hogy hogyan készültek föl erre az eseményre. Hála Istennek olyan kirívó problémák nem történtek ez ügyben, de a városrendészetnek sokkal több munkája van. Érdekes volt a harmadik kerületnek a reakciója az árvízvédelemmel kapcsolatban. Itt meg kell jegyezni, hogy több levelet írtam Tarlós úrnak annak érdekébe, hogy a Barátpatak és a, ha jól tudom, Aranypataknak hívják ott lent az északi összekötő hídnál lévő patakot, köré épülő mobilgát ne épüljön meg, mert ennek nagyon komoly kihatásai lesznek Budakalászra nézve, nem beszélve, ha egyszer valamilyen csoda folytán az M0-ás megépül. Ugye a lehajtók a 11-es és a gát között lesznek, többek között, és hát én kíváncsi vagyok, amikor gáttal lezárnak egy területet, akkor a visszadúzzadt víz mekkora károkat okozhat ezekbe a műtárgyakba. Tarlós úr több levelemre nem válaszolt, ezek után írtam a vízügynek, a katasztrófa védelemnek és a belügyminiszternek, és láss csodát, kaptam választ. Mondjuk sokat nem tudtam ezzel a válasszal kezdeni. Több előterjesztésem is volt. Egyik a betelepítési kvótával kapcsolatban. Ugye volt egy olyan pillanat, amikor veszélyt éreztem én arra vonatkozóan, hogyha Nyugat-Európából visszatoloncolják a sok oda nem való embert, akkor egy ilyen adottsággal rendelkező település, mint Budakalász, ahol ugye itt van az M0-ás, kötött pályás közlekedés van, itt van a Duna, nehogy Isten itt építenének egy befogadó tábort, ha csak ideiglenes jelleggel működőt, azt nem szerettem volna. Sajnos a testület ezt leszavazta. Akkor volt egy másik előterjesztésem, amiben én arra próbáltam fókuszálni, hogy se a képviselők, se bizottsági tagok, akár külső bizottsági tagok, és ezeknek rokonai ne indulhassanak olyan pályázatokon, amit az önkormányzat ír ki, látva az előző rossz példákat, mert volt sajnos arra példa, hogy képviselő is elindult, és külsős bizottsági tag, ráadásul meg is nyerték. Miután nagyon sok lakossági panasz érkezett a Lupatónál működő vendéglátóegységekkel kapcsolatban, ugye az éjszakai hangzavarok miatt, ezért előterjesztettem egy nyitvatartást megváltoztató, akár kimondhatjuk, hogy szegregáló előterjesztést is, amiben azt kértem, hogy erre a területre korlátozzuk egy szűkebb időszakra a nyitvatartás lehetőségét. Sajnos ez sem szavazta meg a testület.
Említette, hogy itt a lakosok is jelezték önfelé az igényüket. Egyébként az előbb felsorolt többi példával kapcsolatban is érkeztek önhöz lakossági kérések, mert ugye elég fontos ügyeket említett. Hát az árvízzel kapcsolatban nagyon sok megkeresést kapok, akár lent a Dunaparton, én is ott élek, de ugye azt tudjuk, és ezt majdnem minden alkalommal elmondom, amikor ide meghívnak, vagy akár bizottsági testületi ülésen is, hogy ha itt történik valami, és lehet, hogy ebbe az évben lesz valami, hiszen Ausztriában rendkívül nagy mennyiségű hó esett le, ha történik valami, és átbukik a gáton a Duna, ugye a Dunaparton élők erre felkészülték. Tudjuk azt, hogy minket elérhet a víz. De ugye a település adottságainál fogva a faluháznál is lesz víz. Tehát ez azt jelenti, hogy a Szent István telep jelentős részét elöntheti a víz. Valami megoldás mindenféleképpen kell találni, mert olyan nincs, hogy egyszer ne lépjen át a gáton a víz. A 2018-as év, ahogy ön is említett, és hogy mondtuk már, kicsit mozgalmas év volt Budakalász életében. Hogy látja egyébként a város fejlődését, ha nem csak 2018-at nézzük, hanem mondjuk az utóbbi néhány évet? Hát szemmel látható amúgy a fejlődés. Ez köszönhető azoknak a külső forrásoknak is, például annak az 500 millió forintnak, amit kapott a város. A minőség megkérdőjelezhető. Ugye a lakosság megkeresett például a budai úti felújítással kapcsolatban, ott azért nagyon sok gond volt. A Berdó elkészültével kapcsolatban, de lent a Dunaparton, ugye 3 vagy 5 millió, most nem akarok, lehet, hogy rossz számot mondok, lehet, hogy csak 3 millió forint volt arra számva, hogy kicsit megpróbálják rendbehozni a Dunaparti utakat, és amikor én beszélek a vállalkozóval, ő azt arra panaszkodik, hogy már az első utcánál elfogyott ez a pénz, és akkor megkérdezem, hogy hogyan vállalta el azt a munkát, akkor ő azt mondta, hogy ő kincse volt a területen. Tehát ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy persze látjuk, csak a minősége kérdőjelezhető meg ezeknek a beruházásoknak. Vagy például, amikor az elmű villanyoszlopokat cserél, és a budai úton a járda közepére le tud rakni villanyoszlopokat, természetesen egy ilyen levélre se válaszolt az elmű. Ott gyakorlatilag egy gyalogos fér el a budai úton az önkormányzattól, hogyha megyünk le Békásmegyer felé. Tehát van egy pár probléma. Milyen megoldásokat látna, tanácsolna ezekre a problémákra? Ha történik valamilyen beruházás, akkor ugye már látni kellene, hogy mi lenne a következő. Megint a Dunaparti példát tudok mondani. Kifizet az önkormányzat 3 vagy 5 millió forintot az utcák rendbehozatalára, persze nem sikerült. És rá 3 hétre az elmű lecseréli a villanyoszlopokat. Tehát ezek nem úgy történnek, hogy az elmű az ír egy levelet, jó napot kívánok, holnap jövünk és kicserélünk. Ez biztos, hogy tudtuk előre, hogy ott lesz, akkor nem akkor újítom föl az utcát, vagy próbálom felújítani az utcát, hanem megvárom. Először legyen meg az oszlopok cseréje, mert az ilyen és ilyen következményekkel jár, és majd utána kezdjek el az utakkal foglalkozni. Tehát egy picikét jobban kéne előre gondolkozni. Nagyon sok nagy beruházás is van egyébként, vagy tervben van is, vagy folyamatban van éppen Budakalászon és a környékén. Ilyen például a Patakparti Általános Iskola, vagy az M0-ás elkerülő tervezett szakasza. Hogy ezekkel kapcsolatban milyen állásponton van? Én ott voltam az M0-ás elkerülő, ugye most Pomáz és a 11-es út elkerülőjére gondolom. Ez egy nem tudom hány éve térképen lévő útról van szó. Biztos vagyok benne, hogy akik ott laknak, ugyanolyan rossz érzésük van, mint amilyen nekünk volt, amikor a Megyeri hidat átadták, hiszen már soha nem lesz olyan az élet, mint a Megyeri híd átadása előtt.
iránti időszakba, vagy akár mikor megcsinálták a 11-es utat, és még nem is volt kora, akkor gyakorlatilag mi teljes csöndbe és nyugalomba éltünk lent a Dunaparton. De itt a város egészének az érdekét kell nézni, hogyha a Pomázról leömlő forgalmat rá tudjuk vezetni a 11-es útra, akkor a Budai úton élők, vagy akár a József Attila úton élők is kicsit fellélegezhetnek. Az iskola kérdése az sokkal nehezebb dolog, hiszen az önkormányzat nagyon helyesen ugye beperelte azt az államot, ez még a Gyurcsány időszakában volt, amikor is ugye egy szerződés alapján nekünk 250 millió plusz áfa beruházás járt volna minden évben. Ezt azt hiszem egy vagy két alkalommal teljesítette az állam. Ezeken a tárgyalásokon én ott voltam, kísértetiesen hasonlított a Tanú című filmre, amikor is a bíró arra hivatkozott, hogy az Alperes, nevezetesen a NIF, azért nem tudott eljönni, mert nem vették át a levelet, vagy a címzet ismeretlen volt. Tehát ezek olyan megmosolyogtató dolgok voltak. Három nem igazán jó megoldás közül talán a legjobbat választotta az önkormányzat, független attól, hogy látom, hogy nagyon rosszul fogunk ezzel járni. Hiszen az egész úgy néz ki, mintha államtól kaptunk volna pénzt. Ez az önkormányzat pénze lett volna, vagy legalábbis az önkormányzat javára. Most épülni fog egy iskola, amúgy nem az önkormányzat tulajdonát fogja képezni az iskola, hiszen gondolom a klik, mint fenntartó égisze alá fog ez tartozni, és ezzel pedig pluszban még generálunk egy akkora forgalmat azon a részen, hogy egyelőre én nem is látom át, hogy ott hogyan lehetne úgy megoldani a forgalom csillapítását, hogy az ott élők ezt ne szenvedjék meg. Egyébként hogy látja, hogy az iskolátnak a megoldását hogyan lehetne megvalósítani, hogy mindenkinek legyen helye az általános iskolákban? Mert ugye azért kell, gondolom, az iskola, mert hogy sok a gyermek Budakalászon. Erre milyen megoldást, alternatívát tudna javasolni? Minden döntésnek megvan a következménye. Tehát amikor mi üptre-főre adogatjuk el a saját vagyonunkat, a telkeket, meg lehet nézni a Klenics, a Berdó helyzetét, vagy akár a belterületeknek a beépítettségét. A 11 ezer fős városból pillanatok alatt közel 13 ezer fős lett. Ugye a mai anyagi körülmények között egy családnak minimum két járműve van. Vagyunk annyira lusták, hogy inkább kocsival viszünk el egy gyereket is. Először is én a városban élők, az itt élőknek az érdekeit nézem elsősorban. Azok, akik nem itt élnek Budakalászon, azoknak a gyerekei ne járjanak Budakalászra. Biztos vagyok benne, hogy jóval több hely maradna az itt élő gyerekeknek, és akkor már meg lehetne nézni, hogy kell-e iskola, vagy nem kell iskola. Ha meg iskola kell, akkor én mindenféleképpen, bármilyen szomorú, de valahol a 11-es környékére, tehát ki a belterületről, minél kijebb raknám az iskolát, mert a belső részen egyszerűen nem lehet közlekedni. Ebben nem, ráadásul még partnerre se leltünk a közútkezelőnél, hiszen nem egyszer látom, hogy kamionok 5 tonnás kamionok kanyarodnak be a szerb keresztnél, és mennek föl Ürön felé. Tehát a közlekedés az egy nagyon súlyos gond itt Budakalászon. A közlekedésre is mindjárt rátérhetünk, de hogy milyen visszajelzések érkeznek a budakalásziaktól Ön felé a tervezett iskolával kapcsolatban? Vegyes. Aki ott lakik, az nem örül neki. Aki újonnan költözött ide, vagy helyhiány miatt eddig Békásmegyerre, vagy akár Szentendrére, vagy távolabbra elvitte a 4. kerületbe a gyerekét, az abból a szempontból örül, hogy talán itt meg tudják oldani a gyermekük iskolába járását,
és talán nem kell nekik is állandóan ide-oda utaztatni a gyereküket. Az előbb említette a közlekedést, és ha már az utazásnál tartunk, akkor szerintem ez így nagyon aktuális, hogy a budakalászi közlekedésről ejtsen kérem néhány szót. Ameddig ugye nem épül meg az elkerülő út, ameddig nem tudjuk a budai utat, a József Attila utat saját kezelésbe venni, addig hát továbbra is komoly problémáink lesznek. A hévát járó az egy extrém terület. Itt olvasom a budakalászi kereszteződés, vagy hogy hívják azt a Facebook csoportot, és én megértem őket, mert tényleg gyakorlatilag alig lehet átjutni bizonyos időszakokban azon a kereszteződésen. Talán ott vásárolni kellene területeket az önkormányzatnak, de akkor a saját tulajdonunknak kéne lenni, ott megcsinálni egy körforgalmat, áttenni ugye a két hév megállót, hogy csak áthaladjon a hév. Tehát sok mindent kellene, és sok partnert kellene magunk mellé állítani, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A közlekedés mellett nagyon fontos kérdés még az egészségügy. Hogy látja Budakalásznak, milyen az ellátottsága ezen a területen? Én úgy látom, hogy ezzel nincsen probléma itt Budakalászon. Nagyon jó orvosaink vannak, mint gyermekorvos, mint pedig felnőtt orvosok. Úgyhogy én nem látok. Maga az egészségügyi rendszer az megint egy külön téma, de itt Budakalászon, hála Istennek, én nem látom. Nem látok problémát. Az idei évre vonatkozóan milyen tervei vannak? Mit szeretne megvalósítani? Hát mindenféleképpen ugye azt a vízi közműtársulást szeretnénk létrehozni, amit elkezdtünk már tavaly ősszel, és reményeink szerint tavasz végén meg is alakul ez a társulás, amelyik szárnyai alatt meg tud valósulni a Dunaparton lévőknek a vízellátása, tehát egészséges vízhez jutnak, ezt mindenféleképpen szeretném. Ugyanakkor egy picikét félek, mert választási év van, nem magamtól félek. Nem sokára költségvetést fogunk tárgyalni, ne legyen egy választási költségvetés, hanem mindig a közérdekét tartsuk szem előtt, és úgy kellene ezt az évet valahogy végigvinnünk. Ha már a költségvetésnél tartunk, akkor hogy látja, hogy mennyire tud majd ebben az évben Budakalász gazdálkodni az általa kapott pénzekkel? Sajnálom, de én ezt nem látom. Minket egyszerűen nem hívnak be ezekre az előtárgyalásokra, még körülbelül számokat se kapunk. Általában egy előterjesztésnek az anyagát megkapjuk csütörtök este, hétfőn már bizottsági ülések vannak, és csütörtökön pedig testületi ülés. Úgyhogy itt 3-4 nap alatt kell egy teljes anyagot végignéznünk, értelmezni, és hát javaslataim voltak, azokat el is küldtem az önkormányzatba, hát kíváncsian várom, hogy ebből mi valósul meg. A bizottsági munkáját hogyan értékelné, mi az, amit szeretne a bizottságon belül elérni? Hogy azokat a szerintem racionális érveket próbálják meg elfogadni. Tehát a politika ne írja fölül a normál élethez való igényt. Tehát ne a megfelelési kényszer munkája egy bizottság életét. És itt szeretném megjegyezni, hogyha időm engedi, én minden bizottsági ülésen ott vagyok, független attól, hogy csak a településfejlesztési bizottságban vagyok tag, mert érdekel, mert azért megpróbálok napra kész lenni az adott témákkal kapcsolatban. Sok munka van a bizottságban, az lenne jó, ha mindenkit bevonnának teljes részletekig a bizottsági munkával. Van esetleg olyan téma, amit nem érintettünk, de fontosnak tartaná, hogy megemlítse? Hát ugye fontos azt látni az előző beruházásokkal kapcsolatban, hogy én mindig is amellett voltam, hogy egy helyi vállalkozás nyerje el az önkormányzat által kiírt pályázatokat.
Szeretném azt nyugodtan látni, hogy ha egy helyi vállalkozó nyer el egy pályázatot, az olyan minőségbe végezze el a munkát, hogy utána az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat dolgozóknak ne járjon ez plusz költséggel és plusz munkával. Ezt mindenféleképpen szem előtt kell tartani. Nagyon fontos arra ügyelnünk, hogy mi lesz a sportcsarnok sorsa. Nagyon fontos lesz azt ügyelnünk, hogy mi lesz a kézilabda klub sorsa, hiszen talán a múlt heti testületi ülés elfogadta azt az előterjesztést, miszerint megint bérleti díjat csökkentünk azért, mert ők a TAO pénzből, ami meg a közpénz, TAO pénzből ők valamit szeretnének az épületen csinálni, tehát ingyen kapnak pénzt, és ennek fejébe az önkormányzatnak kevesebbet szeretnének fizetni, és fognak is. Tehát erre nekünk nagyon ügyelnünk kellene. Egy ilyen adottságokkal rendelkező sportcsarnokot senki nem fog találni sehol, nem tudom hány kilométeres körzetbe. Ha én tulajdonos vagyok, ő a bérlő, akkor én nekem a piacnak megfelelően diktálom az árakat, nem pedig furcsa, hogy egy bérbe adónak fizetünk a végén. Ugye az nyílt titok, és a költségvetésben pontosan szerepel, hogy mi kapunk 12 millió forintot a sportcsarnok bérléséért, és 18 millió forintért támogatjuk a kézilabda csapatot. Tehát 6 millió forintot adunk azért valakinek, hogy ott van. Azért, mert fölvette a Budakalász nevet, és ez nem a kézilabda ellen szól, nem a sport ellen szól, maga ennek az üzenete nagyon rossz. Van-e még esetleg valami, amit szeretne megosztani most a nézőkkel? Nincsen olyan téma, várok szeretettel mindenkit hétfő este. Ugye évek óta szervezem a történelmi irodalom történeti estjeinket, iránytű név alatt fut. Hétfő este 6 órakor a művelődési házba Ady Endre életéről lesz szó, úgyhogy ha valakinek van kedve, dr. Raffai Ernő és ifjabb Tompó Lászlóval várjuk őket szeretettel. És még egy kérdés, hogy mikor van fogadó órája, hogy aki szeretné felkeresni, mikor teheti? Minden hónap első hétfőjén vagyok 17:30-tól este 19:00-ig a büfébe vagy kávézóba a faluházba. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk. És ezeket az információkat megosztotta velünk. Vendégem volt Pál Béla önkormányzati képviselő, aki a Mi Hazánk színeiben ül a Budakalászi testületben. Beszélgessünk így legközelebb is. Köszönöm. Köszönöm szépen nézőinknek a figyelmet, viszontlátásra!